Nagy szeretettel köszöntöm a Hévízi Televízió nézőit október 18-án kedden, amikor friss híreinkkel indul adásfolyamunk. Már is kezdődik a híradó. Évek óta segíti tanulói pályaválasztását az I.S. Gyula általános iskola. Az idén október 15-én tartották a hagyományos pályaorientációs napot, melynek keretében több környékbeli gimnázium és szakképzési intézmény mutatta be az iskolásoknak, milyen pályát, szakmát kínálnak nekik. A komoly döntéshez jelentősen hozzájárulhatnak a rendezvényen szerzett élmények. Elindítottunk egy harmadik nyelvet is, ez pedig a spanyol, amely itt a közvetlen környékünkön sehol máshol nem tanulható. A Hévízen természetes partnert, a Bibó gimnáziumot bemutató színes előadást hallgatnak a felsősök az I.S. iskola pályaorientációs napján. Pályaválasztásukat segíti az iskola a már hagyományosan megrendezett eseményen. Én azt gondolom, hogy vannak bizonyos képeik iskolákról, hallanak innen-onnan információkat a környékbeli iskolákról, de mégsem ismerik az igazi kínálatot. Ebben ez nagyon nagy segítséget nyújthat, ráadásul nem kell elmenniük az iskolából, hanem helybe jönnek, és így még testközelébb ez a történet. A nap során a felső tagozatosokhoz két gimnázium és két szakközépiskola érkezett profilját bemutatni, az alsósoknak tanítóik, illetve önkéntes szülők adtak alapinformációkat bizonyos szakmákról, hivatásokról. A kisebbek megismerkedhettek például a rendőrség bűnmegelőző munkájának alapjaival, sőt, bizonyos felszereléseket fel is próbálhattak, vagy épp az egészségügyi szakmák szerteágazó világába kaptak bevezetést korosztályoknak megfelelő hangnemű, hangulatos előadások formájában. Úgy is mondhatnám, mintha egy kicsit olyanok lennénk, mint egy rugó. A felsősök közelebb állnak a pályaválasztáshoz, hozzájuk konkrét kínálattal érkeztek a középfokú iskolák. A Kesztei Vendéglátó Szakközépiskola hagyományos szereplője a pályaorientációs iskolai rendezvényeknek eredményesen. Minden évben több környékbeli általános iskolába megyünk és mutatjuk be intézményünket, a nálunk képzett szakmákat. Azt kell, hogy mondjam, hogy a szakképzés az egyre inkább olyan terület, amit előszeretettel választanak tovább tanulásra az általános iskolások. A mixer szakmát szeretném bemutatni nektek, a vendéglátásnak ez ilyen alfaja. Nagy sikere volt a gyakorlati foglalkozásnak, a koktélkeverésnek ugyanúgy, mint a falatok készítésének. A pályaorientációs nap a számtalan élmény mellett gondolkodnivalót is adott a gyerekeknek, hiszen lassan választaniuk kell a továbbtanulási lehetőségek közül. Attól lennék nyugodt, vagy az esne nagyon jól a szívemnek, hogyha a gyerekek azt mondanák ezután a nap után, hogy jól érezték magukat, és nyilván a legfőbb cél pedig az, hogy azt mondják, hogy igen, ez most megvan. A lehetséges jövőt bemutató napon a résztvevő intézmények mindent megtettek ennek érdekében, a többi a szülőkön és az iskolásokon múlik, talán e nap hatására is. A Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság idén is megszervezte a már hagyományos irodalmi napok rendezvényét. A Hévízi Kórház kultúrtermében az energia témaköréhez kapcsolódó előadásokkal várták a művészet kedvelőket. Már az 32 éves a Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság. Tar Ferenc, a Művészeti Társaság elnöke felidézte az alapítás történetét és ismertette az idei irodalmi napok tematikáját, programját. A már hagyományos rendezvénynek idén is a Hévízi Kórház kultúrterme adott otthont. A több mint három évtizedes múltra visszatekintő társaság elsődleges célja összehozni a művészet iránt elkötelezetteket. A legfontosabb cél az, hogy ide hozzunk máshonnan, határon túlról, Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Nyugat-Európából olyan embereket, és persze Magyarországról is olyan embereket, akik sokat tettek a magyar kultúráért. Ők lehetnek képzőművészek, történészek, irodalmárok, irodalomtörténészek, filozófusok, pszichológusok. A tanácskozás minden évben különböző témaköré épül. Volt már szó többek között empátiáról, szívről és barátságról is. Idén az Energia jegyében zajlott a konferencia. Bemutatom azokat a képzeletokat, amelyek eddig a nagy közönség előtt nem váltak láthatóvá.
Sziklai Csé Mónika, a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárának munkatársa, szót ejtett az irodalomtudományról, a tudománytörténetről és a filológiai akribia energiájáról. Továbbá bemutatta nemzeti örökségünk részét képező kéziratokat, tárgyakat, amelyek a kézirattár felbecsülhetetlen értékű hagyatékai. Nagyon fontos a Tudományos Akadémián az Elisert Boldizsár féle Goethe gyűjtemény. Elisert Boldizsár egy német származású polgár volt, aki életét arra tette föl, hogy 40 évig gyűjtötte Goethe kéziratait, autográf kéziratait, köteteit és minden egyéb tárgyakat, amelyek hozzá kapcsolódnak. De nagyon fontosak a korvinák. Itt a Ludovikus Karbó féle korvinát szeretném megemlíteni, amelyről tudjuk, hogy Mátyás király korvinái Korvina könyvtárába tartozott. A konferencián továbbá művészettörténeti, orvostudományi és jogi témájú előadás is várta a kultúra kedvelő közönséget. A Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság az idei tanácskozáson kívül két új programot is indított. Az egyik a Kultúra a kocsmában, amelynek keretében helyi kávézókban irodalmi előadásokat és könyvbemutatókat tartanak. Továbbá Budapesten létrehozták a Csokonai Szalont, ahol különböző témákról beszélgethetnek a művészet kedvelők. Szabadtéri tárlat nyílt dr. Szántó Endre képeiből, amelyek a Dubai világkiállításon készültek. A fotókon Hévíz is megjelenik, városunk a rendkívül népszerű magyar pavilon sztárja volt. A fürdőváros belvárosában márciusig látható egy világkiállítás képei című tárlat a Dubai Expo-ba enged bepillantást, koncentrálva a szenzációs magyar pavilonra, amelyet a 10 legjobb közé választottak. Dr. Szántó Endrét is elvarázsolta a látvány. Tehát felmentünk a legfelső szintre, és utána szépen lassan lecsorogtunk, mint ahogy a forrásvíz, meg a termálvíz is folyik lefelé, úgy csorogtunk lefelé, de a legfelső pont, ahol a lift megállt, és rögtön kiszálltunk a liftből, az Hévíz volt. És Hévíz kapta a legnagyobb szerepet, ahogy itt láttam a kiállításon. Hévíz egy teljes sarok, vagy egy teljes félkörbe volt, ahol a Hévízi tó forgott télen, nyáron, tavasszal, ősszel, egyfolytában, egy óriási technikával csinálták meg ezt a pavilont, és közben előtte pedig a tavirózsák virítottak. Az angolul és arabul is olvasható méltatásból pedig kiderült, nincs még egy ilyen csoda a világon. Dr. Szántó Endre azt mondta, jó volt látni, hogy Hévíz jelentős érték, és azért fotózott, hogy ez az érzés minél többeket hatalmába keríthessen. A világkiállításon felállított magyar stand egy különleges ékkővel rendelkezett. A tárlatot megnyitó Kepri József János alpolgármester emlékeztetett, dr. Szántó Endre megírta a település több kötetes monográfiáját, és ezzel a tárlattal is Hévíz értékei előtt tiszteleg. A politikus azt mondta, a magyar stand különleges ékköve volt a városnak dedikált helyszín. Ez olyan jól sikerült, hogy hát a csodájára jártak, ahogy azt a magyar televízió, rádiók, újságok is lehozták. A dubai család, a dubai hercegi család is megfordult ugye a világkiállításon, és kifejezetten annyi sok ország és annyi sok helyszín közül rengeteg időt töltöttek a magyarországi standon, azon belül is ugye a Hévízi standnál. Kepri József János arról is beszélt, Dubaj az elmúlt években építészeti, pénzügyi, turisztikai szempontból fontos helyszíne lett a világnak. Az ott élők még sípáját is építettek a sivatagban, azonban a Hévízi tavat nem tudják lemásolni, mert abból csak egy van, aminek a világkiállításon is a csodájára jártak. A kalandvágyók idén is megtapasztalhatják a Hévízi vizitúrák különlegességét. Október 7-től ugyanis ismét lehetőség nyílik vizitúrákra a Hévízpatakon egészen március közepéig. A túrák különlegességét a sehol máshol nem tapasztalható környezeti adottságok, a jó hangulat és az őszi-téli élővilág szépségei adják. Maga az egész egy 10 kilométer, és utána vissza is tudunk hozni. A Hévízi vizitúrán az evezősök a Hévízpatak élővilága mellett megismerhetik a Kis-Balaton különleges növény- és állatvilágát is, hisz a kenutúrák útvonala a Balaton felvidéki nemzeti parkon halad át,
Így csodálatos környezetben kapcsolódhatnak ki a túra résztvevői. Az Indián Vizitúra Egyesület több mint 20 éve szervez élményekben gazdag vizitúrákat Hévízre az őszi-téli szezonban. A jellemzően hétvégi túrákra gyereket is várnak, hisz az Egyesület rendelkezik kisebb méretű evezőlapátokkal is. Ugye a túrának az a különlegessége, hogy télen is vízinövények, tehát a vízililiumok nyílnak, lehet fényképezni. Maga a túra útvonala az nem egy nehéz túra, mert gyakorlatilag majdnem állóvízen folyik a túra. Annyi folyása van a pataknak, ami gyakorlatilag a hévízitóból kifolyik, és gyakorlatilag nem elláposodik el. A túra útvonal megtétele jó körülmények között 2-3 órát vesz igénybe. Az útvonal nagyjából 10 km hosszú és fenékpusztán ér véget. A résztvevők a túra előtt rövid alapoktatásban részesülnek. Egy pár Budapestről, illetve Kecskemétről érkezett Hévízre, üdülésük egyik fontos programjaként szerepelt a kenutúra. Minden évben ide szoktunk jönni Hévízre, van egy ilyen egyhetes üdülési jog lehetőségünk, és nagyon megszerettük. Most ezt a programot az interneten keresve a hévízi programok között megtaláltam, ezt az Indián nevű csodálatos vizitúra programot, és akkor erre jelentkeztünk, és megkaptuk a lehetőséget, hogy jöjjünk ide vasárnap reggel, és akkor el fogunk menni erre a túrára. Igen, ez az októberi időszak, ez egy kicsit bizonytalan időjárás meg programok tekintetében is, és nagyon örültünk, mert már korábban is néztük ezt a programot, csak mindig később szokott indulni. Mi ugye októberhez vagyunk kötve, és óriási szerencse, hogy most lehetőségünk van erre a vizitúrára. Én még soha nem eveztem, számomra még nagyobb izgalom lesz az egész, úgyhogy nagyon várjuk már a túrát. Ha önök is kedvet kaptak az evezéshez, a túrákról bővebb információkat az interneten találnak. Péntektől vasárnapig vendégeskedett Keszthelyen az Átröpülök hosszában hazámon című vándorkiállítás, amelyet Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából indított útnak a Petőfi Irodalmi Múzeum, a költő szülővárosából Kiskörösről. A tárlatot hordozó múzeumbusz, amely 2023. augusztusának végéig a Kárpát-medence több mint 200 helyszínén megfordul majd, útja során 28. állomásként volt látogatható Keszthely főterén. A költő szerelmi élete is egy fontos állomása a 10 kiemelt témát feldolgozó mobil kiállításnak. Ez a pont adja a legszorosabb kötődést Keszthelyhez, hiszen Petőfi Sándor múzsája, felesége itt született 1828. decemberében. Az újmajori részen van az a ház és az a szoba, ahol ő meglátta a napvilágot, és gyakorlatilag ebben a szobában egy emlékszoba került kialakításra a Petőfi Irodalmi Múzeum segítségével. Ez a kiállítás egy bejelentkezés útján látogatható, és az egyetem kezeli, gondozza, és ő tartja fönn ezt a tárlatot. Az amúgy is erős Szendrei Júlia és Petőfi kultuszt tovább erősítheti Keszthelyen a vándor kiállítás, amelyet nagyon sokan látogattak meg a 3 nap alatt. Számos iskolai csoport tagjai is végigkutatták a költő életének legfontosabb állomásait, történéseit felidéző állomásokat, melyek között ott volt az otthon, a család, a barátság és a szerelem, de a szülőföldhöz való kötődés fontossága is. Ez déli bábos iskola. Amire még figyeltünk, hogy egy kis vizuális nevelés is bekerüljön ebbe a kiállításba, hogy mindegyik sarok úgy jött létre, hogy a magát a témát valamilyen módon egy grafikai elemmel, vagy egy a grafikai arculata ahhoz legyen igazítva. És hát ezek sem annyira egyértelműek, tehát tulajdonképpen mondjuk, ha egy példát mondok, az alföld repedezett földdarabjait ki tudják tenni, de ezt akkor látják, ha kicsit hátrébb lépnek, és akkor, hogy mire asszociálnak, ezt meg szoktuk kérdezni, és hogy kis gondolkodásra buzdítjuk őket. A busz a tervek szerint 2023. augusztusáig járja az országot és a Kárpát-medencét, ez idő alatt több mint 200 helyszínt meglátogatva. Napsütéses októberi hétvégén tartották a 7. Gesztenye Fesztivált a Keszthelyi Tavi Rózsa Kalandpark és Kertészeti Centrumban. A gesztenyét szinte minden formájában megmutató rendezvényen kóstolhattak és vásárolhattak a résztvevők a helyi termelők kézművesek különleges kínálatából. A kicsiket gesztenyevadászat, rajzverseny és tökfaragás várta, a szakmai előadások középpontjában a gesztenye és a saját kiskert kialakítása állt.
Melyiket kóstolnád meg? Van akácunk, gesztenyénk, virág, hárs? Gesztenyét? Hát mi más kóstolnál meg, ugye? Egy gesztenyfesztivál, mint a gesztenyfesztivál. Hetedik alkalommal rendezték meg a gesztenyefesztivált a Tavirózsa Kalandparkban. A már hagyományosnak tekinthető programok, a gesztenye bemutató, gesztenye massza készítés és kóstolás, illetve a kiskerti tanácsok megosztása mellett idén újdonságokkal is készültek a szervezők. Idei évben újdonság, hogy itt vannak velünk a Magyar Madártani Egyesületnek a fenékpusztai képviselői, akik a madárgyűrűzés témában az év madara, madárodú készítés és egyéb ilyen madarakkal kapcsolatos dolgokban fogják tudni segíteni az érdeklődőket, a gyerekeket a téli madáretetéssel kapcsolatosan. Hál' Istennek nagyon sok olyan finomságot sikerült a kézművesek és termelők által idén felvonultatni, ami talán még egyik évben sem volt ilyen gazdag. Van őszkolbászunk, mongolica kolbászunk, van vörös áfonyával töltött. A gazdag kínálatban a minden mennyiségben felelhető gesztenyes termékek mellett szerepeltek különleges sajtok, kolbászok, rétesek, mézek is. A kőszegszerdahelyi gesztenyi és mellett lévő méhein gesztenye mézet hordanak a nyár folyamán, a másik telephelyen azonos időben virágzik a hásméz, és amiatt jöttünk ide, mert nyáron erre kirándultunk, és kiderült, hogy méhészek vagyunk, mert érdeklődtem, hogy itt a gesztenyefák iránt a kertészetben, és meginvitáltak minket, hogyha van gesztenyemézünk, akkor látogassunk el erre a fesztiválra. Úgyhogy örömmel vettük ezt a felhívást, úgyhogy jelen vagyunk először, de erre még nem utoljára. A népszerű gesztenyefesztiválra az ország számos pontjáról ellátogattak. Egy baráti társaság például Budapestről érkezett. Budapestről érkeztünk Bokaházára, egy ismerős baráti társasággal, és eljöttünk ide a gesztenyefesztiválra. Először vagyunk itt, úgyhogy hát ma még most jöttünk, körbenézünk, aztán meglátjuk, hogy mit vásárolunk. A gesztenyét megkóstoltuk a barátunktól, ő már vett. A szervezők az idei rendezvény sikerét látva már most megkezdték a jövő évi 8. fesztivál előkészítését. Egy-egyes döntetlent ért el a Hévíz labdarúgó csapata az eddig pontveszteség nélkül az élen álló Csesztreg ellen. A fiatal zöld-fehér együttes teljesen egyenrangú fél volt a bajnoki cím első számú esélyese ellen vívott hazai ütközetben. A Csesztreg eddig mind a 9 találkozóját megnyerte, és plusz 25-ös gól különbsége is kiemelkedik a mezőnyből. A Hévíz is várakozáson felül szerepel, hiszen 3-3 győzelem és döntetlen mellett mindössze 2 vereség áll a neve mellett. A találkozó előtt a 7. helyen tanyázott Damina László legénysége. Az első félidő izgalmas, lüktető játékot hozott, amely során a kapuk felváltva forogtak veszélyben. A házigazdák rendkívül szervezetten, fegyelmezetten futballoztak, sőt, voltak olyan periódusai az első 45 percnek, amikor jobban játszottak, mint az addig 100%-os Csesztreg. A 40. percben azonban büntetőhöz jutott a vendéggárda, amit Biharvári Roland magabiztosan értékesített. Ám a vendéggól nem törte meg a lendületesen futballozó hévíziek játékkedvét. 3 perc múlva ugyanis Szindekovics Marce legalizálta az eredményt, így a félidei pihenőre egy-eggyel vonulhattak a csapatok. A második játékrész is pergő éremú csatát hozott. A Csesztreg ugyan próbálta felpörgetni játékát, de a hévíziek ezen a napon teljesen egyenrangú ellenfélnek bizonyultak. Több gól már nem esett, maradt az 1-1, amire a megye futballtársadalma felkapta a fejét. A vendégek továbbra is lista vezetők, 9 ponttal megelőzve a Semjén házát és 10-zel a Tar András hidát, a hévíziek pedig a 6. helyen állnak az elmúlt évek legjobb teljesítményével.
Magazinunkban elsőként arról hallhatnak, hogy az elmúlt években, főleg a koronavírussal terhelt időszak után újra reneszánszát éli az otthoni kenyérsütés. Ennek jegyében vasárnap az Alsópáhoki Alkotóházban az érdeklődők Kelemen Gábor Péktől megtanulhatták, mi a kovászos kenyerek elkészítésének titka. Kovászos kenyerek és perecek készültek az Alsópáhoki Alkotóházban október 16-án, Kenyérvilágnapján. A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége a 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16-a a Kenyérvilágnapja legyen. A világnap célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének az életfontosságú ásványanyagokat tartalmazó, fontos energiaforrásnak, a kenyérnek a jelentőségét. Az Alsópáhoki Alkotóházban Kelemen Gábor Péktől, a Kelemen Kenyere Pékség alapítójától lehetett elsajátítani a kovászos termékek elkészítésének fortéjait. Ma egy kenyérsütő workshopot tartottunk itt Alsópáhokon. Egy kovászos kenyereket készítettünk. Ez nagyban különbözik a bolti kenyerektől, ezt talán már egyre többen tapasztalhatták az országszerte, hogy mennyivel jobbak és finomabbak ezek a kenyerek. Mindez az időnek és a kovásznak köszönhető, és mellett, hogy finomabb, még egészségesebb is, főleg, hogyha minőségű alapanyagokat használunk hozzájuk, ami azt gondolom minden élelmiszernél fontos, hogy ez így legyen. A kenyerek mellett készítettünk egy francia perecet, amit pedig elfogyasztottunk itt ebédre a kenyérkészítés közepette. Elfordítod, egy kicsit el is nyomhatod, csak hogy egy picit megint megsózod. A kovász egy előtészta, amely liszt és víz felhasználásával készül. És hogy mi a titka? Az időt megadni a kovásznak is, illetve a kenyérnek is az érési folyamat során, amitől sokkal egészségesebb és finomabb lesz, sokkal jobban előjönnek az ízek, más hosszú ideig érik a tészta a kovásszal együtt, és egy kicsit így előemésztődik a glutén a tésztában, és ezáltal sokkal könnyebben fel tudja dolgozni az emberi szervezet is. Az egészségtudatos fogyasztóknak tehát ajánlott a kovászos kenyeret választani, hisz a vércukorszintet sem emeli meg annyira, mint az élesztővel készült kenyerek. Alacsonyabb a glikémiás indexe, ezért laktatóbb, kevesebb is elég belőle, fogyasztása után pedig hosszabb ideig érezzük jól lakottnak magunkat. A résztvevők is örömmel meséltek arról, milyen sok élménnyel és új tudással gazdagodtak a szinte egész napos rendezvény során. Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy eljöhettem a kovászos kenyérsütő tanfolyamra, mert az otthoni kenyérsütés egyrészt nagyon érdekelt, már próbáltam otthon, több-kevesebb sikerrel. Itt megtanultuk a perecet, a focaccsát, meg több egyéb érdekességet, ami nekem nagyon fontos volt, betanultuk a praktikákat, és elég gazdag élménnyel mehetünk haza, én úgy gondolom. A kenyérkészítő workshopot nem először tartották az Alkotóházban. Időről időre nagy sikert arat, és hamar betelnek a helyek az eseményre. Kovászos kenyérsütő workshopunk nagyon népszerű. Immár harmadik alkalommal rendezzük meg itt az Alkotóházban. Az volt ezzel a célunk, hogy minél több olyan helyi termelőt, helyi együttműködő partnert bevonjunk, akik ugye itt közöttünk élnek, és egy kicsit szemléletet is formáljunk. Azáltal, hogy bemutatjuk, hogy egy kovászos kenyérnek a sütését el lehet sajátítani. A kovász készítéséhez kevés hozzávaló és rengeteg türelem, idő szükséges. A textúrája sokkal levegősebb, a belseje lágyabb, nedvesebb, a héja pedig szebb és ropogósabb. Így különféle mintákkal lehet díszíteni. Ha véletlenül túlszalad a kenyeretek, jobban megvan káve, teljesen mindegy, milyen mintát akartok rá csinálni, akkor éppen ott csak várni kell. Az év végéig még számos hasonló gasztronómiával kapcsolatos foglalkozást tartanak majd az Alsópáhoki Alkotóházban. Az adventi időszakban a mézes kalács készítés lesz az egyik program. Folyamatosan szervezzük a kovászos kenyeres workshopokat, de mellette persze mindig valami újdonsággal készülünk, és így lesz az majd az adventi időszakban is. Szeretnénk a hagyományos mézes kalácsokat, de emellett más-más stílusú mézes kalácsot is készíteni, például ilyen lesz a vásári mézes kalács, amit én is jó magam tanulok. Az Alsópáhoki Alkotóházban tehát méltóképp megünnepelték a Kenyérvilágnapját.
Rengeteg szép és finom pékáru csütöttek a workshop résztvevői. Az október a szeptemberhez hasonlóan elsősorban a betakarítás, a szüret időszaka volt eleink korában, de számos egyéb mezőgazdasági tevékenységre is ilyenkor kerítettek sort. Ekkor volt az őszivetés ideje, illetve e hónapunk ünnepei, számos márciusi népszokás tükörképei is. Nézzük, milyen jeles napok kapcsolódnak október havához. Neve a latin október, vagyis 8. hónap névből ered, mivel a régi római naptárban az évkezdő márciustól számítva ez volt az év 8. hónapja. Nálunk régen az októbert őszhóként vagy mindszent havaként ismerték. De ez ne tévesszen meg bennünket, mert elseje, november 1-e és 2-a lesz majd minden szentek és halottak napja, de tulajdonképpen az előkészület az egész októberben zajlik. 31-én van Halloween, november 1-én minden szentek és november 2-án majd lesz a halottak napja. Október Kis Szent Teréz vallási ünnepével veszi kezdetét 1-én. Aki a 20. és a 21. századnak egy nagyon népszerű szentje, az ő kultuszának a terjesztéséhez nagyban hozzájárult a keszthelyi Kármel templom, a Kis Szent Teréz Kármelita Bazilika. Ő az a szent, aki a Kármelita rendnek az öltözetében van, egy fiatal lány, ugye 24 évesen halt meg, és a legendája szerint, amikor ő meghal, akkor majd rózsák hullanak az égből. Ezt a rózsaesőt imitálják minden évben az ő tiszteletére a Kármel templomban, amikor a karzatról rózsaszirmok hullanak alá. De nem csak Keszthelyen emlékeznek meg róla. Zala megyében, Somogy megyében több templomban is ilyenkor feldíszítik a szobrát, vagy feldíszítik a képét, és imádkoznak mellette. A homokkomáromi kerthelyen is van egy Kis Szent Terézke szobor, az ő lábához ilyenkor felcímzett borítékba szokták vinni a kívánságaikat az emberek, és oda szokták tenni a Kis Szent Terézkének a lábához, és egy év múlva az ott élő apálcák ezt a kis borítékot feladják postán, és akkor mindenki tudja ellenőrizni, hogy mi az a kívánsága, az, amit teljesített a Kis Szent Terézke. Vallási értelemben elsősorban a májust és az októbert tartják Mária hónapjának. Októbert azért, mert a rózsafűzér királynője és a magyarok nagyasszonya napja is ebben a hónapban van, október 7-én és 8-án. Október 7-e rózsafűzér királynéja, fontos, hogy királynéja, hiszen Máriának ez a titulusa, ez mint egyfajta társuralkodót teszi ő híressé, és nagyon sokszor szerették ábrázolni ezt a fajta királynői titulust, Mária királynőként, és körülötte ilyen kis karikákban, vagy kis picike képecskékben ott vannak a rózsafűzérnek a szent titkai. A rózsafűzér királynéja olvasós boldogasszony ünnepe, melyet a lepántói csata emlékére rendelt el 5. Pius. 1571. október 7-én ugyanis a törökök elleni tengeri ütközet előtt a pápa rózsafűzér imádkozásra hívta a keresztényeket. A legenda szerint a hajósok közös imádságának hatására kedvező irányt vett a szél, így le tudták győzni a török sereget. Október közepén is van egy Terézünk, fontos, hogy ő nem a Kis Szent Teréz, hanem az avilai Nagy Szent Teréz, bár a későbbiekben a névhagyomány már nem tett nagy különbséget köztük, de azért nevezetes dátum az október 15-e, mert Nagy Szent Teréz hetében szokták kezdeni a szüretet. Napjainkban azonban már az augusztusi időszakban megkezdődik a szőlők betakarítása. Ezzel szemben régen, a 19. és 20. században az akkori fajták többnyire októberben értek be. Ráadásul a szüretnek is komoly szabályai voltak. Ez nem úgy volt, hogy akkor kimentek az emberek és csak úgy elkezdtek szüretelni, hanem a hegyközségnek az előjárósága határozta meg, hogy mikor lehet kezdeni a szüretet. Ezzel próbálták védeni a földesúrnak az érdekeit, illetve próbálták a gazdáknak az érdekeit is valahogy egyformán tartani, hogy nehogy valaki előbb kezdjen el nyerészkedni. A szüret a parasztgazdaságokban segítséggel végzett társas munka volt, így illett a végén a segítőket megvendégelni, avagy a segítséget adott esetben viszonozni. Nemes pátrón a szüret végeztével történt az úgynevezett borszedés. Ami a tanítónak és a lelkésznek, illetve a kántornak járó járandóságnak a beszedése volt, tulajdonképpen szekérrel egy nagy hordót vittek végig a falun, és minden háznál megálltak, és mindenki a lelkésznek, papnak, kántornak járó bormennyiséget be kellett, hogy adja a közösbe. A mezőgazdaság mellett az állattartásnak is van jeles napja október havában. Ez nem más, mint október 20-án Szent Vendel napja.
Térségünkben számos vendelszobrot, képet találni útkereszteződésekben vagy szoborcsoportokban is, egyfajta mellékszereplőként. Őt inkább ilyen nyugati típusú pásztorruhában látjuk, juhász, ugye juhászkampó van a kezébe, tök termésből készült ivó alkalmatosság van az övére tűzve, a lábánál szokott lenni egy vagy két barika. Vendel ugyanis a nagyobb állatok védőszentje, a bárányoké, marháké és a lovaké. Dögvész és marhavész ellen szokták segítségét kérni. Az ő napján az állatok is ünnepeltek, hiszen ilyenkor nem fogták be őket a kocsiba, ilyenkor nem dolgoztatták őket, nehogy valami bajuk legyen. Vendel a legenda szerint a 7. században élt ír királyfi, aki Rómába zarándokolt, remetéskedett és nyájőrzéssel kereste kenyerét. Ezért Szent Vendel a juhászoknak is védőszentje. Bizonyos állatfajtákat ilyenkor hajtottak be végleg a legelőről az istálóba, és akkor ilyenkor volt a pásztoroknak az elszámoltatása is. Október végére, 28-ára általában megérkezik a hideg idő, Simon Júdás napjára. Szokták is mondani, hogy Simon Júdás jajtenéket pőregatyás, és kinevették azt, aki mondjuk ilyenkor még rövid nadrágba, vagy nem megfelelő öltözetbe jár. Október 31-e a néphagyományban farkas napja. Ilyenkor szokták kiskanizsán bekötözni a gyümölcsfákat, hogy meg ne rágják őket a nyulak. Tehát a Halloween az már csak a 20. század végén érte el bennünket, elsősorban az angol-amerikai filmeknek a hatására. Ezzel zárul tehát az október, melyet általában egy többnapos ünnep keretében zárunk. November 1-én lesz Minden Szentek, 2-án pedig a Halottak napja, így napjainkban egy áthúzódó ünnepsorral búcsúzunk az októbertől. Ősszel a környezetünk változásaival együtt ruhatárunk is lecserélődik. Az élénkebb árnyalatokat felváltják a természet, a föld színei. A nyári lenge ruhák helyett réteges, melegebb darabok kerülnek előtérbe. Szépítő című rovatunk legújabb részében a 2022-es őszi ruhatrendek állnak a középpontban. Az egyik nyertes színe a zöld az őszi divatnak, és ugye ez jól kombinálható egy feketével, nagyon jó minták vannak benne, ilyen láncos minták, ez egy ilyen régi klasszikus visszatérő minta, ehhez hozzájöhet egy ilyen jó kis karamell színű szövetkabát a mindennapokban, a hűvösebb napokban. Az ősz nem csupán a természetben hoz változásokat, ruhatárunk is kicserélődik ebben az időszakban. Az évszakhoz alkalmazkodva természet színeit öltjük magunkra. Az idei divat azonban rendkívül sokszínű. A föld árnyalatai mellett az élénkebb színek is helyet kapnak az őszi trendek között. Szeretjük az élénk színeket, lehet kombinálni, tehát az élénk lilával, pinkekkel, de ugye a fő hangsúly azért a természet színein van, a karamell színe, a barna árnyalatok, a zöld, a kék, a sötét barna. Tehát ezek, amik a természetben megtalálható színek, tulajdonképpen az ősszel ezt magunkra vesszük. Az idei kollekciókban is a kényelmes és a nőies ruhák ötvözete figyelhető meg, amelyek nem csak hétköznap, de bármilyen alkalomra is stílusos hatást keltenek. Ősszel a réteges öltözet és a melegebb darabok is előtérbe kerülhetnek. A forma és fazon is újdonsággal kecsegtet a szezon divatjában. Előtérbe került ez a kicsit deréktől lefele bővülő, lábszár középigérő fazonok, ami különböző mintákkal vannak. Nagyon szeretik a hölgyek az idén az állatmintákat, tehát nagyon sok állatmintás ruhánk, felsőnk van. Ugye ezt, hogy ugye most ne fázunk a munkahelyen, tehát fel lehet dobni egy kis blézerrel, kis kabáttal, mellénnyel. Az állatminták mellett a virágos összeállítások is népszerűek. Az idei domináns szín a zöld is előszeretettel megjelenik a kollekciókban. Az anyagok tekintetében a pamut az örök kedvenc, de a melegebb hatás érdekében érdemes gyapjú pulóvert is választani. Nézzünk is meg egy-két összeállítást, amelyekkel idén biztosan nem lőhetünk mellé. Beszéltünk arról, hogy az idén az állatminták, tehát ez különböző variációkban, ruhákba visszajön. Lehet úgy, hogy egy háromnegyedes ujjú, hosszú ujjú egész ruha, vagy akár egy ilyen újatlan ruha, és ezt egy kis blézerrel megvariálni. Vagy ugye ezek a karamell színek, ezek a földszínek, ilyen háromnegyedes ujjú kis ruhában a mindennapokra, ugye a zöld feketével, kicsit a mentának a sötétebb árnyalata,
vagy akár a kék, bézzsel. Ugye az idén az őszi divat az rengeteg lehetőséget rejt magában, nagyon sok színű, úgyhogy nagyon sok mindent tudunk variálni, egy kicsit a szürke napjainkat, a borongos őszi hangulatunkat legalább a színekkel fel tudjuk dobni. A kiegészítők között a sapkák és a sálak is dominálnak az őszi időszakban. Bátran alkalmazzuk őket és válasszuk a számunkra a legmegfelelőbb színeket. Ezek nem csupán melegek, de öltözködésünket is feldobják, stílusossá varázsolják. Férfiaknak tudnánk ajánlani egy ilyen nagyon jó kis sötétkék nadrágot, egy ilyen karamell színű zakóval, egy hozzápasszoló ingel, amiben a kéknek és a karamellnek a színei visszajönnek. Ugye, hogy most egy kicsit rétegesebben öltözködjünk, ez alá jöhet így a nadrághoz egy jó kis mellény, de hogyha valaki nem szereti ugye a zakót, meg ugye kényelem szempontjából, akkor az ingre akár jöhet egy ilyen, a barnának szintén egy ilyen tónusú árnyalatú pulóvere. A férfiak lényegesebben visszafogottabbak az öltözködésüket tekintve, de a 2022-es férfi őszi divatrendek között is megjelennek a színek, amelyekben itt is a föld színei dominálnak. A barna, a zöld és a szürke árnyalatai a népszerűek ebben az időszakban. Ugye ők szeretik ezeket a pulóveres, nadrágos variációkat. Ugye vannak ugye a sportosabb időszakok, meg ez attól függ, hogy ki hol dolgozik, milyen eseményre, milyen alkalomra készülünk. Tehát megtalálható nálunk a sportosabb kivitelbe és farmerhez rengeteg variáció felsőbe, ingbe, pulóverbe, mellénybe, vagy akár egy jó sportzakóval lehet kombinálni. Úgyhogy az öltönyökben, azokban szintén az alkalminál megtalálható ugye a klasszikus fekete és sötétkék, de ugye ez mellett a szürke, most a barnának, a zöldnek, és még a bordónak is az árnyalatai. Ugye itt azért nálunk Magyarországon a férfiak nem annyira merészek, mint külföldön, de a trendben megtalálhatóak ezek a színek. Nézzünk tehát egy-két hétköznapi összeállítást, amely az idei férfi trendeket jellemzi. Akár egy ilyen összeállítás, ami egy ilyen sportosan elegáns összeállítás, akinek a munkahelye azt kívánja meg, hogy azért elegánsan kell menni, de azért mégis valami kényelmet bele lehet vinni. Tehát egy jó farmerrel, egy jó zakóval és egy jó inggel. Hogyha egy ilyen szabadidős elfoglaltságot keresünk, tehát jönnek a hétvégék, még nincs annyira hűvös, akkor egy jó pulóver, egy jó mellénnyel és egy jó kis kényelmes nadrággal. A kiegészítők tekintetében a férfi divat is széles skálán mozog. Ősszel náluk is a sapkák, sálak dominálnak. Alkalomra pedig a nyakkendő és a manzsetta gomba, mellyel megjelenésüket felturbózhatják. Ugye rengeteg rendezvény van most ősszel is, még tartanak az esküvői időszakok, indulnak a báli időszakok, rendezvények, és rengeteg alkalomra is tudunk még megjelenést biztosítani. Egy hozzáillő cipővel, táskával, uraknak cipővel, nyakkendővel, dizsebkendővel. Az idei őszi divatban mind a férfiaknál, mind pedig a nőknél talán még jobban érdemes a réteges öltözködést előtérbe helyezni. A legfontosabb, hogy jól érezzük magunkat a választott összeállításban, legyen kényelmes, tükrözze az egyéniségünket, ezáltal válik megjelenésünk is stílusossá. A folytatásban ma még a programajánlót láthatják nézőink, majd adásunkat a Happy Dixieland keszthelyi koncertjének első részével zárjuk. További jó televíziózást kívánunk! Október 23-án vasárnap 16 órakor az 1956-os forradalom emléknapja alkalmából városi megemlékezést tartanak a Hévízi Városháza téren. Ünnepi köszöntőt mond Pap Gábor, Hévíz polgármestere, közreműködnek a Bibó István gimnázium diákjai és a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület. Október 22-én szombaton 18 órakor a Keszthelyi Balaton Színház Básti termében Tóth Eszter Zsófia történész, társadalomkutató, Nők 1956-ban című előadását hallhatják. 19 órától fáklyás felvonulás indul a Balaton Színháztól,
az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. A hévízi szépkorúak vidám társasága szeretettel meghív minden érdeklődőt október 20-án csütörtökön a Nemzetközi Világgyalogló Hónap nevű kihívásra. A szervezők azt kérik, hogy a résztvevők hozzák magukkal kedvenc versüket, dalukat, és osszák meg őket egymással a kultúrséta keretén belül. Gyülekező 9 óra 30 perckor a hévízi Sziszi kávézó teraszán. 2023. márciusáig ismét lehetőség nyílik evezésre, téli vízitúrákra a Hévízpataknál. A hévízi vízitúra különlegességét a sehol máshol nem tapasztalható környezeti adottságok, a jó hangulat és az őszi-téli élővilág szépségei adják. A túrákról bővebb információt az interneten találnak. A Gyenesdiási Miska pincében december 31-ig az ország különböző részéről származó Miska kancsó gyűjteményből álló kiállítást tekinthető meg tárlatvezetéssel. A kiállításon jelenleg 100-nál is több Miska kancsóban gyönyörködhetnek a látogatók, és vásárlásra is van lehetőség. A kiállítás a szomszédos kerámiaház nyitvatartás idejében ingyenesen látogatható. Mindenkit vár Alsópáhokon az Adrenalin Aréna, a Balaton aktív szabadidőközpontja. A Bobó Fun Park több mint egy klimatizált játszóház, a környék legmenőbb találkozóhelye. Egy fedett élménypark, ahol az időjárás nem szab határt a kalandoknak. Kihívásaival kizökkenti a tiniket az online világból, a felnőttekből előhozza a gyermekiényüket. Bátorságpróba, szórakozás és randi helyszín. Részletes információkat a www.bobofunpark.hu oldalon találnak. Folytatódik Hévízen az Erdélyi Misztérium programsorozat. A Véderdőt más, kulturális arcáról is bemutató programfolyam keretében szeptemberben is színházi és báb előadások, mikrokoncertek és performanszok várják az érdeklődőket. Érvényes tófürdő jeggyel rendelkezőknek ingyenes vízi és gerinc mobilizáló tornát biztosít a Hévízi tófürdő. A szolgáltatás hétfőtől péntekig minden nap 15 órától vehető igénybe. A vízi tornát az intézmény gyógytornászai tartják a tófürdő déli kifolyójánál.
Thank you.
micsoda este volt, így érkezett a nyár. Csillogó díszletek, csókok, ígéretek, és persze egy lány. Haja az éjben ég, mosolya hófehér. Különös alkalom, azt hittem álmodom, hogy ő az enyém. Jöttek a szép napok, vagy a hajnalok. A lelkünk összeért, szerelmünk égig ért, elkábított. De véget ért az út, nem maradt más, csak volt. Hiába kerestem, nem hagyott nyomot sem, ha semmibe úr. Úgy kéne még egy dal, amivel elbúcsúzhatnánk, de elsodolt az élet, nem vigyázott rám. Edi a csodálatos fúvolájának, Szilva. Úgy kéne még egy dal, amivel elbúcsúzhatnánk, de elsodort az élet, nem vigyázott ránk. És jön az ébredés, magányos hangulat, egy fáradt emléké, szívemet tépi szél, a keserű íz maradt, újra és újra fáj. Hogy az a régi nyár, egyedül bennem ér, mit furcsa szenvedély, de elmúlt már. Úgy kéne még egy dal, amivel elbúcsúzhatnánk, de elsodort az élet, nem vigyázott ránk. Signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Through his heart for us of his prayer, buonasera. Welcome home, Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go again. Where the months and the help come in this time. And by the little children of shepherds, gather linger while by better ring. For your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Bap to dap, bula, bude, bam, bobo dap, to bam, bobo lap, bobo. Buonasera, signorina, buonasera. And it's time to say goodnight to Napoli. It's hard for us to respect. What a sera. Made a world old. Mediterranean Sea. In the morning, signorina will go walking. Where the mountains and the sun coming to shine. And by the little German shepherds got to linger. While by wearing for your finger. In the meantime, buonasera, signorina, kiss me good night. És is lennék, elfogjon! Minden bele! Erdi térdeileg! Oh!
I met a little jumble shepherd, yet a linger. While I will ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, chilla, kiss me goodnight. Ba, ba, ba. Oh, yeah. Oh. A brüsszeli vezetők azt ígérték, hogy nem vetnek ki szankciókat az energiára. A nyáron mégis megtették. A háborúnak ez nem vetett véget. Az energiaárak azonban egész Európában és Magyarországon is az egekbe emelkedtek. Ez növeli az élelmiszerek árát és az inflációt is. A szankciók tönkretesznek minket, de Brüsszel mégis ragaszkodik hozzájuk. Ön mit gondol erről? Töltse ki a nemzeti konzultációt!